Jó estét kívánok, polgármester úr, elnök úr! Köszöntöm a televízió nézőket! Hát azt már tudjuk, és azt gondolom, hogy sokan tudják a nézők közül is, hogy a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának szervezője az a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. És mielőtt a világtalálkozókról beszélgetnénk, talán nem ártana felidézni, hogy maga a szövetség hogy, amikor és miért jött létre. Magyar Önkormányzatok Szövetsége 1991-ben jött létre, akkor 7. országos önkormányzati érdekszövetségként. Akkor kicsit ilyen szempontból a politikai élet nagyon színes palettán működött, és mindenki azt gondolta, hogy az önkormányzatok lesznek azok a terület, ahol politikai erőtérbővítést tud majd magának végrehajtani. És ugye a MDF kormányzat volt akkor, és én az MDF-nek voltam a tagja, és polgármester is egyben, és megkértek, hogy ennek a szövetségnek valamilyen szinten próbáljak hátszeret adni. 25 önkormányzattal alakult, ma több mint 400 tagja van, sőt megközelíti az 500-at, és azt gondolom, hogy az egyik leghatékonyabb és a legaktívabb önkormányzati szövetség. Sosem igazodtunk egyik vagy a másik kormányzathoz, függetlenül attól, hogy nekem megvolt a politikai, és meg is van a politikai hovatartozásom és értékrendem, de az önkormányzat az nem egy politikai párt, az egy olyan érdekvédelmi szervezet, amelyik a hozzátelepített feladatok tekintetében kell, hogy megszólaljon. Ugye a kormányzat és az önkormányzatok ugye megosztják a politikai erőteret, kétpólusú politikai erőtér alakul ki, és a feladatok és a források a kettő között egy törvény alapján, vagy több törvény alapján vannak szabályozva. És amikor az autonómia, az önkormányzati autonómia, az önállóság, ami azt jelenti, hogy azért mégis a településnek a saját polgárai tekintetében, a saját mozgásterében neki kell döntenie, vagy a szubszidiaritás, hogy minden egyes szolgáltatást közelebb vigyünk a lakossághoz, ez az elv sérül, akkor az önkormányzati szövetség fölemeli a szavát. Sérülhet ez a finanszírozás tekintetében, a feladatok tekintetében. Én például most az elmúlt időszakban közoktatás tekintetében nagyon sokszor felemeltem a szavam, ma sem értek egyet a közoktatás államosításával, nem azért, mert politikailag támadom a kormányt, hanem egész egyszerűen azért, mert ez a feladat, amit az önkormányzatok eddig szerintem jól elláttak, ez most sokkal, de sokkal szertágazóbb, nem összefogott, rendkívül sok problémával küzdenek a pedagógusok, a szülők, az intézmény igazgatók, és ez nincs jó helyen. Ez az átcsoportosítás, ez nem jó. A nagy egységbe kerültek be, egy hatalmas szervezetbe, ami áttekinthetetlen helyben, a szülő, a gyermek, a pedagógus, az intézmény, a önkormányzat jól tudta ezt koordinálni. Nem az volt a baj korábban, hogy a önkormányzatok ezt nem tudták ellátni, egyszerűen kiment mögül a finanszírozás. Most világosan látszik, hogy azok a feladatok, amik átkerültek az államhoz a fenntartás szempontjából, 50 milliárdba többe kerülnek, mint eddig kerültek. Tehát világosan látszik, hogy az önkormányzatok hatékonyabban látták el ezt a feladatot. De nagyon sok minden más tekintetben is, amikor jó döntések születnek, és olyanok, amik valóban az önkormányzati autonómiát, a feladat ellátás hatékonyságát jól meg tudják tartani, illetve találni, akkor azt természetesen támogatja az önkormányzati szövetség. Körülbelül mik az arányok a jelenlegi határainkon belüli tagok és a határainkon kívül lévő műztagok között? Határon kívüli tagunk nincsen, tehát mi csak magyarországi, agyaországi polgármestereket és önkormányzatokat fogunk közre, de nagyon jó nemzetközi kapcsolataink vannak, és kiemelt helyen szerepel a határon túli magyar településekkel való kapcsolattartás, annál is inkább, mert Gödöllőnek egyébként testvérvárosai vannak a határon kívüli magyar területeken, Csíkszerede, a Zenta, Beregszász, Dunaszerdahely, mind a négy testvérvárosunk, és mind a mellett, hogy önkormányzati szinten is sok konzultációt folytatunk, mind a mellett természetesen a testvértelepülési kapcsolatot is több szinten ápoljuk. Világos, akkor tulajdonképpen csak a világtalálkozó az, amelyik ilyen formán magyar, de mégiscsak nemzetközivé válik. A világtalálkozó ad egy keretet az együttműködésnek két évenként, 1996-ban volt az első, és két évenként most következik a tizedik, úgyhogy tulajdonképpen ez egy kis jubileum az elmúlt időszak után, és ide valóban meghívjuk a határon túli polgármestereket és az anyaországi polgármestereket is. Néhány nappal ezelőtt Erdélyben sikerült találkoznunk Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, aki kultuszminiszter és egyben miniszterelnök helyettes is. Természetesen megkérdeztük tőle, hogy
mit gondol a MÖSZ-ről és mit gondol a világ találkozó intézményéről. Nézzük meg most ezt a kis bejátszást. A Magyar Önkormányzatok Szövetségével kapcsolatban önnek vannak tapasztalatai, mik ezek? Nemrégiben találkoztunk Gödöllő polgármesterével, aki a szövetségnek az elnöke, Gémesi úrral, és az idei találkozót, a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját készítettük elő. Kolozsváron volt egy nagyon jó beszélgetésünk, és én azt láttam, és azt tapasztaltam, hogy az elmúlt esztendőkben is, de akár most a 2013-2014-es időszakban is egymástól hihetetlenül sok mindent tudtak megtanulni a polgármesterek, az önkormányzati vezetők, hiszen ez elsősorban egy szakmai fórum. Olyan hihetetlen dolgokra jöttek rá a menet közben, egymást kölcsönösen segítették. Amit itt tudtak, esetleg Magyarországon nem úgy tudták, vagy ott nagyon jól tudták, itt meg rosszul tudták, és ez volt a legfontosabb hozadéka. Én magam is remélem ott leszek az idei világtalálkozón, és az emberi kapcsolatokon túl hihetetlenül sok szakmai tapasztalatot lehet kamatoztatni. A mi polgármestereink ebben évek óta bekapcsolódtak, évek óta aktív tagjai a világtalálkozónak, és élő kapcsolat van a mai napig magyarországi önkormányzati vezetők és az itteni önkormányzati vezetők között. Alá is írtunk egy megállapodást a Magyarországi Önkormányzatok Szövetsége és az RMDSZ-nek az Országos Önkormányzati Tanácsa. Borbély úr és Gémesi úr aláírtak egy együttműködést, ami az elvi kereten túl konkrét ügyekre is kitér, és én ezt nagyon fontosnak tartom. Most tehát azt gondolom, hogy teljesen világos, hogy a RMDSZ elnökének is az a véleménye, hogy nagyon hasznos az együttműködés szempontjából ez a fórum, ez a találkozási lehetőség. Ugye ő azt mondta, hogy konkrét területek vannak, ahol tanulni lehet egymástól, ha ez a keret nem volna, akkor nem tanulnánk egymástól. Vissza tudná tekinteni az elmúlt évekre, hogy melyek azok a területek, ahol tanultunk egymástól, és konkrétan mondjuk mi itt a anyaországon belül, a határon túli önkormányzatoktól tanultunk olyan dolgokat, amik nekünk nem jutottak eszünkbe. Ez is nagyon izgalmas kérdés az, hogy most már az induláshoz képest ugye Románia is és Szlovákia is az unió tagja, sőt hamarosan Szerbia is az lesz, mert ezzel a csatlakozási folyamaton elindult, Horvátország pedig már azzá vált, hiszen ott is van magyar település. Tehát mások most az ottani önkormányzati rendszerek, hiszen egy picit igazodik az európai önkormányzati kartához, és azokhoz az alapértékekhez, mint például a szubszidiaritás. Tehát ez egyik dolog. A másik dolog, hogy persze nyilván kezdetben, amikor elindultunk, akkor ennek egy nagyon komoly emocionális hátszele volt. Szerettünk volna kapcsolatokat teremteni ezen a szinten is a határon túli magyarsággal. Ma már nagyon komoly szakmai tartalma van a világtalálkozóknak, lépésről lépésre tudtuk ezt a szintet elérni, mert vannak közös feladatok. Például a víz mindig föntről lefele folyik, tehát azok a műszaki kérdések, azok a település üzemeltetési kérdések, azok a település életének megszervezési kérdései, amelyekről mi beszélünk, azok nem teljesen mindegy, hogy most Erdélyben vannak, vagy Magyarországon, hiszen csatornázni kell, működtetni kell a különféle köztisztasági dolgokat, és sorolhatnám tovább. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak, ami speciális, hiszen vannak olyan dolgok, amelyek szempontjából nekik kell igazodni bizonyos tekintetben az ottani törvényekhez, mondjuk a finanszírozás szempontjából, és vannak olyan dolgok, ami szempontjából nekünk kell igazodni nyilván az itt lévő törvényekhez, vagy a feladat és forrás megosztásokhoz. Ezekről is tudunk beszélgetni, mert izgalmas kérdéseket vetnek föl ezeken a szakmai találkozókon. És aztán persze vannak olyan jó gyakorlatok, amiket ha bemutatunk, akkor azt gondolom, hogy mindenki viheti haza magával, és esetleg ki is próbálhatja. Most például lesz egy település üzemeltetési szekció, mert a világtalálkozó úgy áll össze, hogy van egy plenáris ülés induláskor, van egy plenáris ülés a záráskor, és a kettő között van három szekció. Ezek közül egyik lesz a település üzemeltetési szekció. Ugye beszéltem arról, hogy szolgáltatásokat kell megszervezni, és a többi, és a többi. És itt például Zentáról, ahol a polgármester egyébként vízügyi szakember fog előadást tartani, arról, hogy ő hogy látja mondjuk ezeknek a szolgáltatásoknak a megszervezését. Tehát tudunk egymástól tanulni. Aztán persze voltak olyan céljaink is, hogy
hogy jöhetnek össze réteg gazdasági kapcsolatok, hogy esetleg adott esetben, hogy lehet az önkormányzati vagyongazdálkodás tekintetében közös felületeket találni, hiszen van befektetési lehetőség, pláne az uniós kereteken belül most már átjárhatók a határon. Voltak ilyenek, például a kezdetnél az első, még a világtalálkozó, első világtalálkozón volt, hogy a MOL volt az egyik előadó és támogató, és ő tartott is az energiaszolgáltatásról, az üzemanyagszolgáltatásról előadásokat, és meg is telepedett egy-két ilyen kút a határon túl, akkor még ugye a MOL 100% magyar tulajdon volt. És más olyan típusú kontaktok létrejönnek, amihez az önkormányzat és a polgármester felületet ad, idegenforgalom. Szovátán van olyan magyar település, amelyiknek van ott egy kis üdülője. Nem csak Magyarországról mennek onnan, hanem Erdélyből is mennek onnan. Tehát, hogy csak kettő példát mondjak, és hát persze nyilván nagyon sok olyan vállalkozás elindult már Magyarországon, ami mondjuk Erdélyből, vagy adott esetben a felvidékről, magyar vállalkozók, magyar cégek befektetései. Ez egy nagyon-nagyon húszadalmas, főleg miután két évente ad lehetőséget a sors, vagy hát nem is tudom, így találták ki a találkozókra. Tehát, hogy hosszú, húszadalmas, de látható valahol, hogy eredményeket lehet így elérni. Ezt most csak azért vetem fel, mert ugye a néző vajon mit lát ebből, hogy összegyűlnek megint magyar polgármesterek, beülnek a lovardába néhány napra, és ott tanácskoznak, de hogy nekik ebből mi hasznuk van, hát nyugtassuk meg őket, hogy hosszú távon igenis sok. Biztos, hogy hasznuk van. A polgármesterség ma már egy szakma. Nekünk ez egy szakmai konzultáció. Tehát ahhoz, hogy jól dolgozzunk, hogy jól tudjunk teljesíteni, érdemes kitekinteni a környékre, érdemes a felületeket nagyobbra szabni. Nem csak arról szól a polgármesterség, hogy belül az irodába, és akkor ma éppen a szemétszállító kocsi hol fog járni. Nekünk ki kell tekinteni abba a térségbe, közvetlen környezetünkbe, ugye ez most nevezhetjük járásnak, vagy kistérségnek, és természetesen a határon túli területekre. A testvértelepési kapcsolatrendszernek, ami nem határon túli magyar területen van, hanem mondjuk nyugat-európai, korábbi nyugat-európának nevezett területeken, ott megteremtett testvértelepési kapcsolatoknak is van jelentősége, nem csak az, hogy egymás szép rendezvényen részt veszünk, hanem találkoznak a polgárok egymással. Nagyon sok felülete van egyébként a határon túli magyar kapcsolatok tekintetében, és a polgár találkozónak. Most lesz a csíksomlyói búcsú. Én magam több mint 20-szor voltam ott. Gödöllőről buszok mennek, személygépkocsik, és nem azt fogják mondani, hogy a testvértelepülésünk, hanem ott van egy olyan rendezvény, amire elmennek. Nekünk meg van a Magyar Szabadság napja. Ide is eljönnek a testvértelepülésekből, határon innen és határon túlról, és az Európa más részeiből is. És ezek arra is lehetőséget adnak, hogy ne csak a vezetők szakmai felkészültségét erősítsék, a kapcsolatteremtési lehetőséget, hanem az emberek egyetlen beszélgessenek egymással. A nagy politika arról szól, hogy adott esetben az egyik vagy a másik nemzet érdekei hogy érvényesülnek, hogy tudnak megállapodni Európában, Európán kívül. Látjuk azért a felületeket. Most Ukrajna katasztrofális helyzetben, és ugye egész Európa és az egész világ igyekszik oda fókuszálni, és döntéshozók akciókat és megbeszéléseket és tárgyalásokat hirdetnek. De attól mi még egy ukrán állampolgárral nem fogunk háborúzni, akivel van egy jó kapcsolatunk, vagy akár egy ott lévő határon túli magyarral. Nekünk ők fontosak. Tehát a polgár-polgár közötti kapcsolat az egészen más felület. Mindenki rá fog jönni arra, hogy elmegy egy vendégségbe, most ha Ukrajnát vettük, akár egy ukrán anyanyelvű, vagy egy magyar anyanyelvű magyar állampolgárhoz, és leül, megiszik egy kávét, hogy ugyanazokkal a problémákkal küzdködünk. Tehát nincs lehetősége, és ne legyen a lehetősége a nagy politikának megkerülni az állampolgárokat nemzetközi vonatkozásban, mint ahogy egyébként éveken keresztül, hosszú évtizedeken keresztül volt ez, amikor nem voltak meg ezek a kommunikációs felületek, a polgár közötti kapcsolat, meg hát nyilván az internet és más lehetősége, hogy nem lehetett információt ilyen gyorsan kicserélni. Most lehet, és ha valakinek már van egy személyes élménye, mondjuk most ne ukrán részt nézzük, mondjuk a Wageningen kapcsolaton keresztül, mert ott lakott náluk, és beszélgettek két estén keresztül, meg megittak egy pohárbolt, és elbesélték egymás problémáit, akkor azt már nem lehet, arra már nem lehet azt mondani, hogy kép szépen én az újságban ezt olvastam meg azt, és akkor te csúnya vagy, mert holland vagy, vagy nem vagy, vagy ilyen, vagy belga, vagy nem tudom milyen vagy. Hát ott meg fogják mondani az ő véleményüket, és meg fogják a magyarok is mondani a véleményüket, és szépen elbeszélgetnek, és jó kapcsolatban vannak, és leveleznek interneten, és még a rendszeren kívül is, tehát a hivatalos találkozón kívül is találkoznak, és ez működik. És ez nagyon fontos.
Most már egy kicsit átcsúsztunk a konkrét testvértelepülési kapcsolatok síkjára. Azt gondolom, hogy ezt egy következő beszélgetésben folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma este. Én is köszönöm szépen.